Big Brother, biztosítok számotokra egy fénymásolót a lakásba. Azt a feladatot kapjátok, hogy egész alakos fénymásolatot kell készítenetek magatoktól. Aha, most jó. Kész az első kép. Szépek a kezeim. Bárint, de gyönyörű vagy. Nem az, hogy percre pontosan és küllőre menjen minden, hanem az, hogy jól érezzük magunkat, és úgy csináljuk meg a feladatot. Jó, elkezdem előre. Csak ha az anyag meg már túl, hogyha túl puha? Vizes vagy puha, akkor már nem jó. Jó, össze kell gyúrni rá, akkor... Ez körülbelül úgy lesz a kezdve, mint a dominóval. Na, azt a tetejére. Mindjárt megy, nem mozog. Oké, most már följöhetsz. Ez így jó. Csak egyet a fejem. Na. Ezek az első képek, ezeket azért rakjuk ki. Menj, menj, nyugi, nyugi. Mindig törölgetsz. Azt akkor lehet nyálazni. Várjál. Én is csinálhatok egyet, ilyen gyorsan. Az direkt így akartam. Akkor majd szólok, hogy mikor mozdulj el. Háromszor, vagy négyszer fog végigmenni. Egy. A szemed csukd be, jó? Kettő. Mert eloxidálódok, hogy kivárvány látják. Három. Négy. Ez a Tara, akkor a Szabi. Jó, elvettem. De a tekeded az én atomot, piszak jól menne. Hazanév! Hazanév! Mit kell a kenyérrel, Angi? Hazanév! Ezt még ki is rakhatjuk. Jó, mert itt 100 millió, akkor lehet, hogy nem öltél valami. Akkor erő van ebben a kis szarba. Hallod? Kis még... végével megkaptad és... Így jött az arcom felé. Láttam. A pangomára van beírva. Érted, ebből már meg lehet csinálni majdnem egy fél embert. Hát persze. Csak ez nem életnagyság, azért jó lett volna az A3-as rendesen. Jó, eljöhet. Hát ez az A3-as? De ez nem akkora, mint a... Nézd, de jó! Úristen! Ez rosszabb, mint az ördög. Most gyilkos, nem? Valamit nem jól csinálok. Három. Most a háromszöget, nyomjad! Második deci, három, négy és fél a hat deci, ugye? Várjál, nem tudom, mi jön. De ez miért? Most kávé, miért fekete? Jaj, Isten! De jó. Ez olyan, mint az újra. Ha mindig az lesz, hogy állandóan a feladatra koncentrálunk, akkor a feladatot meg fogjuk utálni, nem fogjuk benne jól érezni magunkat, és ezáltal majd nem is fog olyan jól sikerülni szerintem. Mert általában az sikerül jól, mindig, amit jó kedvel csinálnak. Nem a pörgetéssel van baj. Pörgetni lehet, nem azzal van a baj, csak baromi nehéz irányítani a kezeddel. Túlságosan nem. Fegyelmezett vagy önmagadhoz nem, képest nem. Is hát szerintem. Nem, hanem ezt meg kellett csinálni. Tudom, de annyira szigorú vagy még magadhoz képest, vagy magadhoz is, én azt figyeltem, hogy többet kell jönni, menni a fiúszobába is, csak akkor jössz be, hogyha mit tudom én, valami olyan, hogy beküldenek bennünket. Első nap pedig te volt első éjszaka, a legelső, aki bejött, és azóta nem is láttam. Hát ide figyelj, picikém, azért én nem vagyok annyira kapos, ha netán nem vetted észre. Nem vagyok én, nem olyan könnyű velem. Tehát, hogy csak azt figyeltem meg, hogy akkor vagy ott, hogyha beterelnek minket. Nem vetted észre, hogy ma reggel bejöttem? De, ma reggel. Kivétele. Na hát, akkor kivétele. Nem vagy résem. Kivételesen. Na, rakd ide így a kezedet, vagy valamit? Én? Fejemet szeretném. Akkor a fejedet. Kicsit följebb, nem? Csak én azt akarom mondani, hogy lazulj egy picit. Tehát érted, hogy mondom? Tehát úgy engedd el magad, mert oké, hogy te így a fegyelemhez szoktál a sport révén is, meg apukán is arra tanítod. Nem az apukám. Hát valami nem arról van szó. Értem én. Hogyha igazán érted részleteiben meg akarod itt az emberekkel ismertetni önmagad, és részleteiben meg akarod ismerni őket, akkor először is oda kell potyanni hozzájuk. Azt akarod, hogy legyek mesztelenül?
Jézusom, hát ilyeneket honnan veszel? Hát azt mondod, hogy csökkenjelek le arra a szintre. Azt akarod, hogy... Azt akarod, hogy csináljak olyan dolgokat, amit én nem szoktam csinálni? Nem. Azért, mert én nem cigizek, azért nem vagyok laza? Nem elég az, hogy táncolok? De nagyon, az nagyon, nem például elég, az nagyon jó, amikor énekelsz és táncolsz, na, az már valami. Nem elég az, hogyha esetleg adok egy puszit neked reggel. De, na, ez például, ez már egy nagyon, na, ez látod, ez így, na, ez jó. Pont az ének, a tánc, meg a puszi, az már egy ilyen közvetlen közeledés az emberek felé. Na, hát akkor mi más nyújtsak, Szabi? Én kiugrok a falon, Isten bizony, nem bírom. Mondd meg, mit akarsz egy lánytól, Szabi? Kicsit így följebb, lógjál bele jobban. Úgy. Még egy nagyon picit. Hogy így föl... Úgy. Ez az. Egy picit közelebb. Úgy. Jó. Na. Mi meleget érzek a lábam. Amire rányomtunk. Hát ez most pont az. Ez most pont az idő. Ez a gép az intelligens. Ez kurva jó ez a kérdés, de ezt el lehetne adni autogramba. Így, ahogy van, nem? Pont ezt kapta le a... Szerint ezt a gép akarta. Nem kell ennyire, érted, ilyen rendszeretőnek lenni. Nem kell ennyire fegyelmesen a többieket is... Tehát lehet azt arra értettem a lazaságot, hogy picit lazábban lehet úgy közelíteni a dolgokat, érted? Így akartam kifejezni, de... Elbeszéltünk egymás mellett nagyon. Ki kell mennem elszívni egy 100 cigit, mert most annyi minden... Mi az, hogy kimenni egy 100 cigit? Azt tudod milyen? Az hol ilyen... van itt a lazaság, Szabi? Most lazán kimegyek. Amikor itt van a hamutartó. Most lazán kimegyek, és elszívok egy 100 cigit, és élvezem a friss levegőt. Lazán. Szóval erről van szó, hogy a fiúk, amikor a lány akar társalogni egy... Nem, csak az a baj, hogy te nem akarsz velem társulogni, te egyből visszatámad. Nem, azt akarom, hogy csücsüljél le. Jó, leülök. És hogy itt elszívja, pedig én nem vagyok én cigis. Azért, ez meg egy másik, hogy... És én nem várom el azt tőled, hogy kimenjél és kint cigizél. Látod, nem is kell elvárni, én ennyire laza vagyok. Én nem is kell elvárni, mert én meg magamtól megcsinálom, hogy... Persze, látod, én ennyire laza vagyok, Szabi. Ilyen beszélgetést még az életemben nem folytattam le. Mint? Mint a most az Andival, érted? Hát én komolyan mondom, szarul érzem magam, Isten bizony. Ilyeneket azt akarod, hogy vetkőzzek le? Mi? Mi nem mondta ezt? Arra, hogy mondtam, hogy legyél az, legyél egy kicsit olyan, mint a többiek, hogy ilyen kis lazább, nyugodtan menjél oda ehhez is. Azt akarod, hogy vetkőzzek le? Jó, meg azt mondja, akkor mondd el azt, hogy be akarod, hogy menjek hozzád, meg ilyeneket. Hallod? Istenem, még... ne nevessetek, mert én kurva szarul érzem magam. Valaki ez oda megyek, érted, így építő jelleggel, hogy próbáljam majd kicsit olyan lazább lenni. Azért szívja azt a cigit. De érted, Isten látja a lelkem, hogy annyira azért, mert érted, amit itt beszéltünk én, hogy ez még kicsit azért kezd idegesíteni, és én próbálok mindig őszinte ember lenni, meg fázok most. És próbálok őszinte ember lenni, és érted, nem a hátam mögött beszélem, hanem megmondom neki, hogy jó, itt is beszéltünk róla, de megmondom a hátam mögött is, hogy mi van, vagy a szemébe is, hogy mi van. Vagy valami gigszer van, érted, vagy félreérti a dolgot, mert azt bekérdezed, hogy azt akarod, hogy vetkőzzek le. Azt akarod, hogy vetkőzzek le? Tudod így? Igen. Big Brother! Rendszeresítve lenne a Big Brother ház lakói egyre gyakrabban nézeteltérésbe keverednek. Vajon hogyan alakulnak a konfliktusok? Megtudhatják a reklám után. Úgy gondolom, egy csapat vagyunk. Jaj, nem. A kis csibészek. Ettől sosem szabadulok meg. Dehogy nem. Használja az új Klint.
Egy mozdulat, és az új Clean még a zsíros szennyeződéseket is eltávolítja. Az alkoholnak köszönhetően minden folt és csíkmentesen ragyog. Ez gyorsabb, mint egy versenyautó. Na, kipróbálja? Új alkoholtartalmú Clean. Se folt, se csík. Ropogós panírba forgatott, incsiklandozó majonézes gombával töltött pulykamell. A Ságától. Most az ára is kitűnő. Karibi utazás kettesben? Vagy egy ajándék az 1500-ból? Nyerd meg a Nescafé cappuccinóval. Részletek a csomagoláson. Big Brother! Kínvonalunkon hallgass le a Big Brother ház lakóit. Hívd a 0670 707 000-es telefonszámot, ahol kiválaszthatod, kit akarsz lehallgatni. Nem emel díjas, bármely hálózatról hívható szám. Big Brother! Áramlat megy magával. Cseppek milliói, melyek természetes kivonatokat tartalmaznak. Az új Quantovac vonatúra intenzívebb, hosszabban tartó frissességet nyújt a ruháknak. Új Quantovac vonatúra üblítő. Gered Watson. Nem gondoltam, hogy ennyire fiatal. Valaki veszélyezteti a biztonságunkat. Csak fél perc, és elveszítjük az esélyt, hogy csapást mérjünk a Gurán Natázra. Miért nem küldtél ki egy csapatot, hogy öljék meg Foxot és Bélit? Éppen most dedikálja itt a könyvét a druida szakértő Gerett Watson. Ki a fene maga? András, Di Vega. Di Vega? A fia vagyok. Tehát az apja még életben van. Igen. És én mindent elkövetek, amit csak tudok, hogy tönkre tegyem. Elintézem a dolgot. Személyesen. Tedd azt vissza, Andreas. Az elveszett erekék fosztogatói. Ma este 3:49-kor a TV2-n. Kell nekem két olyan húzatos búrájú csávó. Ismertek ilyet? Én igen. Ő Stefan. Ő pedig Erkán. Elmernétek vállalni egy kőkemény testű melót? Oké, akkor itt a feladat. Őt kellene megvédeni. Szexi. Sose tévesztetett szem elől a csajt, öreg. Eddig másod képzeltem el a testüket. Vérbelük profit vagyunk, érted? A kis ujjukban van a meló. Két eset van, vagy tényleg alulmúlhatatlanul hülyék, vagy a leggyörzsöltebb profik, akikkel találkoztam. Nesze, dobd át a kampós kötelet. Semmi kétség, ők tényleg profik. Felkészülni, mert csütörtök este a TV2-n jönnek a lökött testőrök. Barátságos arcot kérek. Te nem vagy ez a nyugis családapatikus. Egy felfordult világban. Nincsenek túl jó hírek. Ahol az erőszak az úr. Ott rendet kell teremteni. Ők a legjobbak. De a csapatot nem mindenki kedveli. Nekem nem tetszik, hogy itt vagytok. Hát ez az, amit nem tudtam megadni neked. És még az érzelmek is összekavarodnak. Adj még egy kis időt. Rékasi Károly, Xantusz Barbara, Sven Martinek, Szilágyi Tibor. Ez parancs. Egy igazán pörgős magyar krimi sorozat a nagy sikerű Európa Express alkotóitól szeptember 25-től a TV2-n. Rendőrsztori. Na mit szóltok? Elég király. Ha azt akarod, hogy Janet, Szabi, Angéla, Bongó, Bálint, Andi, Renátó, Tara, Popeye, Évi, vagy Iti kerüljön a kiesésre jelöltek közé, hívd a neve mellett található számot, vagy küldj SMS-t a nevével a 1792-es számra. Hívásoddal hetente 50 000 forint értékű Kika vásárlási utalványt nyerhetsz, és esélyes vagy a nagyértékű fődíjra is. Kérdezz tőlem, nem. Hogy én ki vagyok egy kattanva, mert te vagy az őrült, nem... Önök szerint kibékül Pongó és Iti még a héten? Igen vagy nem válaszokat várunk a 1792-es SMS számon. A tippelők egy feltöltő kártyás mobiltelefont nyerhetnek. Jó, akkor ne beszélgessünk. Big Brother.
Gyerekkorodról néhány szó. Gyerekkoromról. Valami sztori? Valami sztori. Csak pici voltam, lefostam a nyulábát. Egyszer megégettem a kezemet, azt meg is maradt a tenyeremben. Akkor így hirtelen sztori. Mondjuk apu eszembe jutott, hogy volt ilyen nagy ilyen mexikói kalap, és szokott nekünk olyanokat csinálni. Aha. Mikor, meg volt az a portalanító, ilyen színes volt. Az nem tudjátok, igen. Mi? Az nem mexikói, nem? Az nem, az a portalanító, és akkor olyanokat szokott produkálni, hogy felhúzta azt a kalapot, azt a tollat így behajlította, és ide lakta így, mintha az lenne a farka, és akkor ő szokott ott nekünk táncolni, meg például ilyen voltak ilyen hülye húzásai. Elment édesanyám az orvoshoz, hogy a spirálját eltávolítsák, hogy a terhesség létrejöhessen, de nagy mosolyjal közölték, ezt most a napokban meséltem el valakinek, nagy mosolyjal közölték édesanyámmal, hogy hát kivesszük a spirált, de úgy néz ki, hogy már beküzdötte magát a gyerek. Valami nagyon ügyesek lehetünk ott a többiekkel is, és azon keresztül én ott beküzdöttem magamat már a nehézségek ellenére is magamat, és 3 évre nővéremre megszülettem. Anyu meg apu bezárkóztak egy szobába, hogy akkor most a szekrény, a mit tudom én, miket osztoznak, és minket kiraktak a konyhába, ahol már voltak szekrények. És akkor mi a csimák ott kutakodtunk, meg mit tudom én, és akkor milyen szép színes kis cukrok, azt gondoltuk, de hát gyógyszer volt, és akkor a csim bekapott egy doboz nyugtatót, és akkor vacsora volt, és ilyen valamilyen gríz volt, azt hiszem tejbe gríz, vagy valami ilyesmi, és akkor eszük a tejbe gríz, és akkor csim így ping bele a fejét a tányérba, csak a grízes lett, teljes eszméletvesztés, és akkor ki kellett cserélni az egész vérét ahhoz, hogy megmentsék. 5 éves voltam körülbelül, és el akartam mindenféleképpen menni apámmal vadászni. És hát azt mondta, hogy nem viszel, meg motorral megy, meg stb. És én csak tehát kötöttem az ebet a karóhoz, hogy vigyél el, meg stb. És hát az lett a vége, hogy ki volt készítve a zöld színű gumicsizmája, és bement öltözni, meg elővenni a fegyvert, stb. És én fogtam, elővettem a szerszámot, és beleeresztettem a csizmájába mind a kettővel. Beleeresztettem a csizmájába 5 éves koromban mind a kettőbe, tudod, akkor kijött, ott föl volt már öltözve, zokni meg minden, megfogta, belehúzta a lábát a csizmába, és tele volt. Tele volt egyessel. Olyan telek voltak, hogy ilyen 1 méteres hó biztos esett minden télen, és úgy volt, hogy csak az iskolás meg az óvodás busz járt oda be, és minden nap egy busz. Szegény apu, emlékszem, mikor tél volt, hát biztos egy 500 méterre laktunk a busz megállótól, és minden reggel a nyakába kivitt engem, lerakott a busz megállóba, visszajött az öcsémet, kivitte, lerakta a busz megállóba, és este ugyanez, sisoráz, ugyanez, minden nap, minden télen. De viszont nagyon szép volt az élet, tudod, nekünk apunak biztos megterhelő volt minden nap 4-szer ide-oda. Nagyon-nagyon sokszor kaptam, én úgy gondolom, és én akkor megfogadtam, hogy ilyen nagyon csúnya dolgok jutottak akkor eszembe, és ezt tudom, most már így felnőttebb fejjel, most már tudom, hogy ez nem igaz, hogy még nem jó, hogy ezt gondoltam, de hiszitek, vagy nem is, ez tök szégyenem így elmondani, hogy én akkor azt mondtam, hogy ha öregek lesznek az anyuék, hogy én hozzájuk nem fogok menni, az biztos, hogy engem állandóan megvert az anyu, és hogy én látni nem akarom őket, ha én egyszer elkerülök onnan. Szóval én már kiskoromban ez olyan borzasztó volt, hogy annyiszor megvert az anyu, és azt mondom, hogy tényleg okkal is, meg ok nélkül is, és elhiszem, hogy valaki így tud nevelni, mert tényleg gyerekként nagyon nevelt voltam, de én akkor megfogadtam, hogy, és amit máig is betartok, hogyha én nekem egyszer gyerekem lesz, ha lehet, hogy néha így elcsattan egy pofon, megpofozni nem fogom. Lehet, hogy néha egy maflást adok neki. Maflást? Hát nem elég a szegény gyereknek? De én nem fogom megvenni. Tehát ez szerintem most az én gyerekkoromból kiindulva, én tényleg arra emlékszem, hogy jó, elszöktem, mert persze, hogy elszöktem, mert mindig büntetésben voltam, mert minden vacakot megcsináltam, és az anyu tiltott mindentől, de én soha nem fogom a gyerekemet megvenni. A legnagyobb örömöm nekem az volt akkor, amikor esett a hó, és én, mint kis
rossz kislány, nem a járdán jártam, hanem pont mellette, és úgy mentem a hóba, és úgy szerettem, amikor ropogott a hó. És amikor... Ez Ausztráliában nem nagyon esik a hó. Ott egyáltalán nincs. Igen. Én azóta nem is láttam havat. Harmadikon laktunk, és mit talán hidegebb volt, vagy valami, volt egy ilyen háromkerekű kerom. És azt csináltam, hogy ott a folyosón ott bicózgattam, és azt csináltam, hogy itt a lépcső előtt így megálltam, de tudod, ilyen így topra így. Na hát egyszer nem jött össze. Akkor valamilyen fél emeletet így legyen. És úgy van, hogy ahogy, tehát ilyen csak lépcső volt, nem volt lift, ilyen három emeletes sima panel, és a fél emeleteknél pedig ilyen üvegfal végig, és az tulajdonképpen ilyen ablak volt, és akkor ott volt egy ilyen lépcsőforduló. Igen. Üvegfal, meg volt valami korlát. És így du-du-du-du-dum, bong, így neki az üvegnek, tudod, így dung. Hát akkor volt egy kis sírás, meg ilyenek, az így belefér. Most karácsonykor mondtam a szüleimnek, hogy majd én is így szeretném a gyerekeimet nevelni, mint ők. Tehát az egész családra büszke vagyok, és mindennek teszek értük. Pont. 3 évig a Szegedi Nemzeti Színházba játszottam, gyerek szereplőként a Légy jó, mint halálig című műzikelbe. És hát ott történt az, hogy így jelenetek között, ugye amikor nem voltunk színpadon, akkor bementünk a társavó, és ott akkor ment a játék, ugye 18 fiú, hát az buli. És akkor verekedtünk, és én egy gyereknek be akartam húzni, így ült, és beszólt valami. Összeverekedtetek? Nem, csak játék. Beszólt, és én meg be akartam neki a gyomrába húzni, még így fölhúzta a térdét, és így a csontba, és így eltörtem, így a, nem tudom, hogy tört el, de így eltört a kezem. És akkor várjátok, a legjobb az volt, hogy ez a felénél történt a darabnak, pont a leghosszabb szünetben. És úgy volt, hogy utána én még végigjátszottam a darabot, de baromira fájt, egy csonttörés azért az nem olyan érdek, vagy rossz. Hősként végigjátszottam. Nem az, hogy hősként, hanem az, hogy így mondtam a szöveget, és közben én áú, meg ilyeneket beszúrtam. Nekem egy rossz szavam sem lehet soha az édesanyámra. Mindig mindent megadott, mert sokat dolgozott, és jól keresett, és problémái nem voltak soha. Viszont nem volt ideje, hogy velem legyen. Nevelőapám, aki körülbelül 4-5 éve lépett be az életembe, és rengeteget tanultam tőle. És a mai napig úgy érzem, hogy ez alatt a 4-5 év alatt sikerült annyit átnyomni a belém, mint hogyha mellettem állt volna 10 éve, akár. Mondjuk az apa, mint ideál, az szerintem mindenképpen hiányzik a gyereknek. Nem mondom, hogy megbántam bármit is, mert nem azért, nem csak egyszerűen most, hogy később megtapasztaltam, hogy egy jó, oké, az bevallom, hogy jó csákó, tehát a nevelőapám az tényleg laza, tehát tényleg arról van szó, hogy lehet vele, szóval azon kívül, hogy bármit meg lehet vele beszélni, és így elég jól átlátja a dolgokat a saját szemszögéből, ami nekem sokat jelent, meg úgy érzem, hogy igaza van. Azon kívül, szóval mindenképpen hiányos marad a kép, hogyha nincs meg valamelyik fél. Semmi rossz szándéka, meg minden, csak szeretném, hogyha rendszeresítve lenne a napi mosogatás. Megcsinálom én. Nem. Úgy gondolom, egy csapat vagyunk, és ezt igen, mindenki ugyanúgy, és ez így lenne jó. Nem biztos, hogy ez egy csapat. Szóval igen, inkább ilyen lakótárs, bár tudom, hogy csapatmunkák vannak, és mindenkinek ott kell lenni, és próbáljátok ti is ezáltal egy összekovácsolni az embereket, illetve egy-két ellentétet belevinni a dologba a szituációk alapján, vagy során, de nem hiszem, hogy inkább vezető kellene, hanem az itt ez egy olyan személy, hogyha azt mondja, hogy Bálint keljél fel, akkor a Bálint nagyon szólásra fel kell. Én igazából én a kollégiumban én megszoktam azt, hogy magamra főzök, magamra mosogatok, magamra mosok a ruhádat. Mivel mindnyájan fölnőttek vagyunk, és észszerűen tudunk gondolkozni, mindnyájan saját magunktól tudom, hogy mindnyájan meg is fogjuk tenni. Odafáradunk és nyújtunk egy segítőkézt. Én ezt tudom tanácsolni. Ez is egy megoldás. Én nem örülnék annak, hogyha valakinek kényszerből oda kell menni és mosogatni. Akkor inkább szívesen megcsinálom helyette. Akkor befejezzük a
Szeretném felhívni a figyelmeteket a fegyelemre. Ne csinálj úgy, mint az apám lennél, mert majd akkor megismerjük egymást. Titi. Igazol. Nem több összám beszéltem, csak nem szeretem, hogyha intézkednek. Fölforta. Nem forta. Úgy gondolod, hogy fölforta volna? Nem, hát ezért vagyunk itt, találtunk egy papír. Jó, de mondom, nincs semmi gond, csak... Idegileg bírod? Nem gond. Ismered azt, hogy Bagoly mondja veled? Nem, csak kérdezem, hát most... Na. Tehát ez neked semmi közöd, érted? Én most a úrral beszéltem. Jó, hát csak kiakadtál, vagy mi? Nem, hogy akadt ki. Akadtam ki. Kérdezem. Én teljesen értem, hogy mit mondott. Hát... Na, menjünk. Cselekedjünk. Jé, én vagyok az elem cserébe. Mi van a kosárban, mit kell rakni? Biztos választhatunk ki. Mit kell választani? Kötyös buda. Ilyesmi. Tejföld, tojás, doboz. Ennyi az össze. Ebből kell választanunk, vagy nem? Nem. Most meg, hol van egy kocsinál 150 darab tojással? Én kérek egy karton. Dobjad. Pongó, figyelj. Egy dologra megkérlek, hogyha nem veled beszélek, akkor ne kérdezi hülyeséget tőlem, jó? Megkérdezz tőlem, hogy én kikattanok, mert nem én vagyok az őrült itt a házban, hanem te. Jó, tehát ne kérdezz tőlem hülyeségeket, mert nem veled beszéltem, oké? Megérthettük egymást? Nem értem, hogy... Figyeltél, amit mondtam? Nincsen emelt hang, csak ne kérdezz tőlem, hogy én ki vagyok egy kattanva, mert te vagy az őrült, nem én. Téged nem értelek. Akkor kérdezd meg négy szem közt, de ha én mással beszélek, figyelj, amit mondok, ne szólj közbe hülyeségeket. Mondom, egymás mellett mi elbeszélünk. Jó, akkor ne beszélgessünk. Én azért javaslom, hogy a Pongóval el kellene beszélgetni, mert én nem tudom, mondtam neki ma is, meg tegnap is, egy kicsit fogja magát vissza, de én nem tudom, lehet, hogy nem a bezártság, de valami hiány okozza nála ezt a ilyen nagyfokú szereplési vágy, vagy nem is tudom, mert nagyon-nagyon furcsa. Tehát még az elején, hogy jó pofa volt, de tudod, amikor már minden nap százszor eljátsza ugyanazt, akkor már egy kicsit furcsa, és én féltem. Lehet, hogy így a tudta nélkül kellene esetleg hívni hozzá egy orvos. Na, tényleg azért nem kell tőle, csak vannak ilyen agresszívok. Igen. Hát elég sűrűn mostanában sem, szóval... Igen, nem láttad, amikor főket, mi volt az első? Nem. Főket, ilyen rekedt hangon, és akkor még nem is száj ki, és... Jó reggelt, Big Brother C! Igen. Kamerának. Jó reggelt, Big Brother C! Ilyen hangon tőle. Nem hiszem. Esküszöm! Ne! Hát mondom! Ennyire nem lehet fiatal. Hát mondom, hát mindig. Szerintem csak ilyen szereplési vágya van. Ez a túlzott fokú és szerintem ez van a normális. Hát majd akkor nézzek. Mindenkiben van Bálint, de valaki, hogy ennyire ilyen legyen egy ember, figyelj, 15-ször a kamerában. De ő csak a kameráknak nyomja, nekünk nem nagyon szokta. Ez egyedül úgy kezdi el, hogy mi veszük észre, hogy nézd már, hogy így kijön, ja. És akkor a kamerának elkezd nyomulni. De figyelj, azt is szerintem, hogy szerintem ő nem tudja, hogy a kamerákon van ez a zoom megoldás is, vagy a pozíció is, mert annyira közel megy, hogy őt lássák. Hogy más te is lássad sem. Csak ő. Tehát ő azt hiszi szerintem, hogy igazam távolságban nem lát a kamera, csak olyan 20 centire. Vagy nem tudom. Nem szeretnék vezér lenni. Én csak itt el szeretnék lenni úgy többiekkel. Úgyhogy azért tehát emberileg ne bántsak meg vagy valakit, vagy ha meg is bántak, akkor az akaratlanul van. Ez a nő így volt, bizony, ez az egy volt egy életemben, ami annyira megviselt, hogy egyszerűen nem tudom miért. Nem szólt belemenni így ikkot. Nem, tudom, yeah. Tudom, de Zsolnásnak ezt elmeséltem egyébként, ezt a nő dolgot, mert őról pont eszembe jut, érted? Akkor kiszedjük ő belőle, ő nem mondja el. Ő nagyon pregykás vagyok. Én voltam 19. Mint ahogy téged se értékelni. Ő volt 10. És vele úgy volt, hogy csináltam ilyen őrültséget miatt, például, hogy átmentem a szomszéd városba, sem ilyen településre, szereztem egy vérbe egy cigány zenész, és elmentem szerenáldozni az ablak alá augusztus végén,
28-án vagy 30-án így vagy augusztus végén vittem egy szár rózsát, de én tudtam, hogy ebből úgy se lesz gáz, akkor egy csavart, hogy jó volt, és a kislány pont elaludt. És hogy reagálta rá? Hát ő nagyon örült neki, tehát így jött itt tök álmosan, meg vagy egy percig, azt hittem, ja, mert ez egy ilyen kis mosolyszünet után volt, de nem vesztünk össze, de olyan kis... Értem. Necces volt a hangulat, tudod? Pont mikor mentem át a faszi, akkor küldött egy SMS-t, hogy légy, gyere át, tudsz, meg mit tudom én. És akkor felukezdtem érezni magam, hogy még most megyek, mire össze-vissza, az másfél óra, ő meg azt fogja hinni, hogy nem akarok menni. És azt is hitte, hogy én most már befejeztem a izét, és akkor... Tehát gondolod, az egy meglepetés volt neki, hogy egy nagy izé zenekarra odaállítok. És akkor vittem neki egy szál vörösvöröt, és akkor táncoltunk a járdán egy csomót. Énekelti is neki, vagy? Ne, arra nem vállalkoztam, nem mertem. Nem vetemedettem ilyenre. Úgy voltam el, hogy azt szeretném, hogy kijöjjön, és nem azt, hogy elszaladjon. Szóval meg nem tesz egy nőért, szerintem. Az első együttlét az mennyire húzódott? Hát ő az egyetlen, akivel nagyon hamar, mindig két hónapot szoktam várni. Ennek az az oka, hogy hát amikor megismerem, akkor én nem tudom, hogy egyáltalán vele leszek-e vagy sem. És akkor elviszem itt tesztre, vagy elküldöm, és akkor, akkor utána. És ez alatt a két, tehát két hónapon belül még nem feküdtem le senkivel. Kolyan már aludt-e? Azt mondja, hogy kipihent magát. Hát túl aludtam magam, az a gond. Figyelj, most elmondom futni. Nektek, már 90 körnél tart legalább, már 5 kilométer lefutott, de épp mondta nekünk, hogy reggel 7-ig fog futni. 9-ig akar, de 7-ig biztos. Most azért jött, hogy reggel 9. Ne, nem bírtátok a rögést. Ne, hogy nem miattunk csinálja. Kakasszói. Hogy nem miattunk csinálja. Hát ez, amit fut, ez legalább 60-70 méter, 7 kilométer. De most azt mondta, hogy lesz olyan is, amikor egyfolytában kondizni fog. Ja, ja, ja. Na, az még szintos. Egyfolytában kondizni fog. Hello. Hello. Megjött? Ívni. Ha? Ivo Tudta lépésbe. A Big Brother ház lakói túl vannak az első két héten. Némelyekre ez az idő elképesztő hatással van. Pongó viselkedése az elmúlt napokban több, mint furcsa. Évi viselkedése semmit sem változott, pedig csak fénymásoltak. A többi késő esti adásunkból kiderül. A Big Brother házban a lakókat megviselte Pongó különc viselkedése. Hogy a konfliktus miatt meddig fut Pongó a kertben, az holnap esti adásunkból kiderül.